Ó, köszönöm szépen az elismerést. Nem voltam vele egyedül, szerencsére. Kifejte, jó játszottunk. Tisztelt Országgyűlés, megkezdjük munkánkat. Köszöntöm a jelenlévő képviselőtársaimat és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 35. ülésnapját ezennel megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Tiba István és Lenhardt Balázs jegyzőurak lesznek a segítségemre. Tisztelt Országgyűlés, ismét szomorú kötelességemnek kell eleget tennem azzal, hogy tájékoztatom Önöket Varsányi András volt képviselőtársunk haláláról. Varsányi András 1990 és 1994 között az MDF frakció országgyűlési képviselője volt. Tagja volt az Önkormányzati, Közigazgatási, Belbiztonsági és Rendészeti Bizottságnak, valamint az Interparlamentáris Unió magyar-kanadai tagozatának. Képviselői munkáját Fejér megyei 7-es számú választókerületben, Bicskén és a környező településeken végezte. Választókerületek képviselőtársai tisztelték és megbecsülték. Kérem Önöket, hogy néma felállással adózzunk képviselőtársunk emlékének. Köszönöm. Tisztelt Ház, a mai napon a kormány nevében felszólalásra jelentkezett Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának államtitkára, az életvédelmében címmel. Megadom a szót államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ez év márciusában népesedés politikai vitanapot tartottunk itt az Országgyűlésben a Jobbik frakció kezdeményezésére a Fidesz-KDNP frakciók támogatásával. Mindegyik jelenlévő frakció, még az MSZP is egyetértett abban, hogy az ország demográfiai kérdése a jelen és a jövő legnagyobb kihívása. Ezt követően egy Európai Uniós támogatás keretében a családi élet és a munka összeegyeztethetősége érdekében megkezdett programunk